Sziasztok! Elérkezett a Veganuár 12. napja, és ebben a videóban, amint azt a címben is látjátok, erről lesz szó, 10 ok, amiért nem leszek soha vegán. Na nem én, hanem találtam egy cikket a tényegtévhitek.hu oldalon, Szendi Gábor oldalán, ami erről szól. Nem Szendi írta ezt a cikket egyébként, hanem Lauren Gerstein, nem tudom, hogy kell kérteni a nevét, de az infoboxban megtaláljátok az eredeti cikket, amire most hivatkozni fogok, és amiről szól ez a videó tulajdonképpen. Én úgy gondolom, hogy fontos megnézni az ellenvéleményt is, hogyha be akarunk bizonyítani valamit, tehát jelen esetben azt, hogy egészséges a vegán étrend. Miután elolvastam ezt a cikket, gondoltam, hogy csinálok róla egy videót, és menjünk végig közösen ezeken a pontokon. Úgyhogy, ha bármi kiegészítésetek, vagy hozzáfűzni valótok lenne ehhez a videóhoz, akkor tegyétek meg a kommentekben, engem is nagyon érdekel, és kíváncsi vagyok a ti véleményetekre is, vagy hogy ti mit találtatok ezekről. Ebben a videóban csak az első 5 pontról fogok beszélni, és a következő videómban fogok a második 5-ről, mert tudom, hogyha így elkezdek beszélni, akkor így sok a mondandóm, és nem akarok ilyen nagyon hosszú videókat csinálni, mert úgy gondolom, hogy a rövidebbeket jóval többen megnézik, mint a nagyon hosszú videókat. Úgyhogy kezdjünk is hozzá. Tehát, 10 ok, amiért sosem leszek vegán. Az alcím pedig, sokan kérdezik mostanában, hogy egészséges-e a vegán étrend, röviden nem. A hosszabb válaszért olvass el a cikket. Úgyhogy úgy gondolom, hogy fontos most megtudnom, illetve megtudnunk azoknak, akik már vegánok, vagy azok szeretnének lenni, hogy miért is olyan nagyon egészségtelen ez a történet valójában, és ezért is csináltam meg ezt a videót, hogy erre a cikkre legyen egy ilyen válasz videó. A táplálkozás bonyolult kérdés, de kezdjük azokkal a szempontokkal, amelyekben mindenki egyetért a vegánok és a paleósok egyaránt. Egyél sok friss zöldséget, kerüld a feldolgozott élelmiszereket, főzzél friss alapanyagokból, lassan és figyelmesen egyél, használ helyben termett bio alapanyagokat és támogasd a kistermelőket. Igazából itt már a második szó az, ami tehát bonyolult a táplálkozásnak, nem kéne, hogy bonyolult kérdés legyen. Én is sokáig ezt gondoltam, főleg amíg evészavaros voltam, és igen, hogyha így nagyon sok tudományos cikket olvas az ember, akkor tényleg úgy tűnhet, hogy bonyolult. Na, én úgy gondolom, hogy azért alapjáraton azért elég, tehát nem olyan bonyolult a táplálkozás összességében, mint ahogy a legelső két szó ezt így beállítja. És utána, amit még írt, hogy a fő pontok, amit a paleósok és a vegánok is ugyanúgy gondolnak, szerintem ez teljesen lényegtelen. Tehát az teljesen mindegy, hogy mit gondol egy paleós, és az is teljesen mindegy, hogy mit gondol egy vegán az étkezésről. Ami számít, az az, hogy tudományosan alá legyen támasztva, hogy a növényi étkezés, tehát a vegán étrend, az egészséges, és ez alá is van támasztva egyébként. Több dietetikai társaság is kimondja, hogy a fogantatástól kezdve egészen a halálunkig egészséges a vegán étrend, erről linkeket az infoboxban találtok szintén, úgyhogy szerintem ez az, ami számít, nem pedig az, amit a vegánok vagy a paleósok mondanak, és nyilván ezekkel a pontokkal így én is egyetértek, együnk sok friss zöldséget, helyi termelők, stb., bár nem mindenki tud helyi termelőtől vásárolni, szóval az attól még nem biztos, hogy feltétlenül egészségtelen az az ember, viszont ez a kerüljük a feldolgozott élelmiszereket, ezt nem igazán értem, mert hogy feldolgozott élelmiszernek számít például egy turmix is, ami már nem önmagában van, mert hogy turmixoljuk, meg feldolgozott élelmiszer, akkor ezek szerint mondjuk, nem tudom én, az összes hüvelyes már meg kell főzni, vagy akkor a hús is feldolgozottnak számít, hogyha megfőzzük. Egyébként már csináltam egy videót az egészséges növényi táplálkozás alapjairól, erről linket szintén az infoboxban találtok, ahol itt bővebben is kifejtettem erről a saját véleményemet, meg nyilván az alapokról pedig azt, amit dietetikusok mondanak, illetve orvosok, és igen, megint elmondanám, hogy ezek a dolgok, amikről itt beszélek, az én véleményem is benne van, de ezt külön ki fogom emelni, viszont a tudományos hátteret azt nem én találtam ki, és nem én mondtam meg a tutit, vagy ilyesmi, hanem ez dietetikusoktól és orvosoktól szedett információk. Mindegyikhez találtok linket az infoboxban, ti is utána tudtok járni, úgyhogy igen, ezt még fontosnak tartottam elmondani. Tehát, az első pont. A vegán étrend egy hagyományos kultúrát sem tartott fent. Dr. Weston Price, amerikai fogorvos, a táplálkozási rendi szenvedélyétől hajtva beutazta a világot, hogy felfedezze a legboldogabb, legegészségesebb embereket a Földön. Feltérképezte a különböző népek étrendjét, és arra a következtetésre jutott, hogy bár táplálkozásuk nagyban függ a földrajzi elhelyezkedéstől, mégis egyetemes szívgurú szabályokat követ. Egyetlen hagyományos kultúra sem preferálja a növényi étrendet. Ehhez annyi lenne a hozzáfűzni valom, hogy az, hogy a természeti népek hogy esznek, az mióta kapcsolódik ahhoz, hogy a vegán étrend egészséges-e vagy nem. Mert hogy szerintem nincs köztük kapcsolat, és nyilván a természeti népeknél általában a mindenevő étrend
figyelhető meg alapjaiban, de azért itt azt is hozzá kell tenni, hogy mondjuk nekik nincs olyan hozzáférésük a zöldségek gyümölcsökhöz, vagy olyan növényekhez, vagy nem megfelelő éghajlaton élnek, és nem tudnak egész évben zöldségeket, gyümölcsöket terjeszteni, gabonát, stb., akkor nyilván nem fognak más lenni, hanem állatokat fognak enni, de ennek semmi köze ahhoz, hogy a vegán étrend egészséges-e vagy sem. Tehát ez a hagyományokhoz való túlzott kötődés, meg vissza a természethez, meg az őseink csinálták a legjobban, meg mi mindig is így csináltuk, tehát ezért ez biztos, hogy ez a jó gondolkodásmód szerintem nem igazán helyes, és ezzel így az ember így elhatárolja magát attól, hogy nyitott legyen az új dolgokra. Ha valaki ezt tartja jónak és egészségesnek, akkor én erre azt szoktam javasolni, hogy akkor menjen oda, vagy éljen egy barlangba, vagy menjen vissza az ősemberi dolgokhoz, meg nem tudom, és akkor szálljon le az internetről, meg mindenféle technikai dologról, ami a mai modern világunkban elérhető, ne vegyen be gyógyszereket, stb., hogyha szüksége lenne rá, mert hogy az a természetes. Ami természetes, az nem biztos, hogy feltétlenül jó is. Valamint még Lauren ebben a pontban felhozza a Kína tanulmányt is. A Kína tanulmány Dr. T. Campbell könyve az alapműnek számít a növényi táplálkozók körében. Következtetése, hogy elsősorban vegán népek jobb egészségnek örvendenek, mint a mindenevők. A szerző önkényesen válogatott a forrásanyagok között, figyelmen kívül hagyva az elméletet cáfoló tényeket. Na hát ez is csak annyi hozzáfűzni valom lenne, hogy teljesen mindegy, hogy a Kína tanulmány mit mond, ha tudományosan alá van támasztva, ahogy a növényi étrend egészséges. Mert ha kiderül az egész Kína tanulmányról, hogy egy szó sem igaz belőle, attól még az a dolog nem változik, hogy a vegán étrend egészséges, és a veganizmusnak igenis vannak etikai, környezetvédelmi és egészségügyi hatásai. De az igaz, hogy nagyon sok vegán egyébként a Kína tanulmányt hozza fel, hogyha ilyen dolgokról van szó, hogy ó, nem olvastad a Kína tanulmányt, akkor még nem tud semmit erről, szóval igen, másfelől meg nem vegánok is sokszor azzal jönnek, hogy a Kína tanulmány az akkor nincs teljesen tudományosan bevizonyítva, stb. Én megmondom őszintén, én nem olvastam a Kína tanulmányt, mégis vegán vagyok, szóval nem ez a veganizmusnak a bibliája, szóval, vagyis legalábbis az én úgy gondolom, hogy nem ez, de mindegy. Szóval irreleváns. Ennek a pontnak, a legelső pontnak semmi köze ahhoz, hogy a vegán étrend egészséges-e vagy sem. Holott ez lenne a cikkben a lényeg, és erre keresik most a választ. De mindegy, menjünk tovább a másodikra. Második pont, a vegán étrend nem tartalmaz zsírban oldódó A és D vitamint. A népszerű hiedelemmel ellentétben sárgarépából nem lehet A vitaminhoz jutni. A zöldségekben karotin van, ami az A vitamin prekurzora, míg az állati táplálékok, mint a máj vagy a jó minőségű tojássárgája valódi A vitamint tartalmaznak. Sokan hiszik, hogy karotinból A-vitamin lesz, de ez általában elég kevéssé hatékony. Na most, az A-vitamin az kétféle formában fordul elő. Az egyik az A elővitamin, ami tényleg állati eredetű dolgokban található meg, és ezt nevezik retinolnak. A másik pedig az A provitamin, ami karotinokként fordul elő, és ez mind a növényekben és állatokban is megtalálható. Mint itt a cikk is mond, hogy répából nem lehet A-vitaminhoz jutni, ez így nem teljesen igaz, mert oké, hogy a szervezetünk állítja elő a karotinokból, de ennyi erővel azt is mondhatnánk, hogy napfényből nem lehet D-vitaminhoz jutni, mert hogy azt meg az UVB sugárzásból állítja elő a testünk, és úgy lesz belőle D-vitamin, szóval... Tehát az A-vitamin, mint olyan, mint retinol, elővitamin, az tényleg csak az állati eredetű dolgokban található meg, de van kb. 50 féle karotin, ami a növényekben megtalálható, és ebből a szervezetünk A-vitamint fog készíteni saját maga. Az ételeknek az A-vitamin tartalmát retinol egységben határozzák meg, és ebből az ajánlott beviteli mennyiség az 900 retinol egység férfiaknak, nőknek pedig 700, de lehet olyat is olvasni, hogy 1000, meg 800, szóval körülbelül ez a retinol egység, ajánlott beviteli mennyiség. Találtam itt egy táblázatot, amiben le van írva ez az RAE, ez a retinol egység csak angolul, és itt is le van írva, hogy egy bögre répalében van 2256, egy bögre, ez a butternut squash, ez a töknek az egyik fajtája, ebben van 1114 RAE, és a édesburgonyában, egy közepes sült édesburgonyában 1096. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy mennyi a napi ajánlott beviteli mennyiség, ugye a 900 férfiaknál is, nőknél 700 vagy 1800, akkor ezt simán el lehet érni, másfelől az A-vitamint nem feltétlenül kell minden nap bevinni, vagy hát a karotint minden nap bevinni, mert zsírban oldódik, és ezért a szervezetünk raktározni tudja, valamint ezeket ajánlott valamilyen zsírodékkal együtt fogyasztani, például olívaolajjal, vagy avokádóval, vagy valamilyen magvakkal.
Tehát általánosságban elmondható, hogy az A-vitaminnek a bevitele növényi étrenden nem szokott problémát okozni, ha csak nincs valakinek egy felszívódási zavara, vagy egyéb ilyen betegsége, ebben az esetben konzultáljon orvossal vagy dietetikussal. Ugyanígy a szervezet számára jól felhasználható természetes D3 vitamin csak állati eredetű élelmiszerekben található. A mítosz, hogy gombákból képesek vagyunk D-vitamint nyerni, hamis, mivel a gombák a szervezet számára nehezen felszívható D2 vitamint tartalmazzák. Na szóval, ez ismét csak nem teljesen igaz. Az igaz, hogy a D-vitaminnak két formája van, a D3 és a D2. A D3 vitamin főleg állati eredetű dolgokból vihető be, de nem csak egyrészt. Másrészt a D2 vitamin az a általános vegán forrás, tehát az növényekben található meg, és az nem igaz, hogy ennek rosszabb lenne a hasznosulása, tehát hogy kevésbé emelni a vérnek a D-vitamin szintjét, mint a D3 vitamin, erről is vannak kutatások, link szintén lent a forrás, amire támaszkodtam az infoboxban. Szóval ez egyrészt nem igaz, másrészt azért a legjobb forrás mégiscsak a napfény, és általánosságban elmondható, hogy aki tavasztól őszig eleget tartózkodik kint, és napozik, vagy napfénynek teszi ki a bőrét, az elegendő D-vitamint fog tárolni a szervezete a téli időszakra is, mivel hogy ez is zsírban oldódó vitamin, tehát a szervezetünk tudja tárolni, és a téli időszakban, amikor nem jutunk hozzá, elég D-vitaminhoz, vagy elég UVB-sugárzáshoz, mivel a napfény beesési szöge más, mint nyáron, ezért nem tudunk olyan jól D-vitamint előállítani, akkor a szervezetünk elkezdi adagolni kifele ezt a tárolt D-vitamint. Plusz nyilván vannak táplálékkiegészítők is, és még a D2 az annyit, hogy a D2-t rélesztőből szokták előállítani, illetve gombákban is megtalálható, de mivel a gombák ilyen árnyékos helyeken nőnek, ezért nincs bennük annyi, viszont hogyha kiteszik őket UVB-sugárzásnak, akkor fognak sokkal több D-vitamint termelni. A D3 vitamin az táplálékkiegészítők útján is bevihető, viszont ez ennek a forrása az általában állati eredetű, illetve bizonyos élelmiszerek is, amik D-vitaminnal dúsítottak, nagy eséllyel állati eredetű, és ezt gyapjúból állítják egyébként elő, lanolinból, úgyhogy ez nem vegán, viszont mondjuk elég elhanyagolható mennyiségben van azért ezekben az élelmiszerekben, tehát az ilyen reggelizőpelyhekben, vagy margarinban, vagy bármilyen hozzáadott D-vitamin, ahol nincs feltüntetve, hogy ez vegán, vagy növényi eredetű D-vitamin, az nagy valószínűséggel nem vegán. Ha valakinek kétségei vannak afelől, hogy a D2 nem hasznosul olyan jól a szervezetünkben, mint a D3, nem emeli meg annyira a vér D-vitamin szintjét, akkor téli időszakban lehet szedni D3 vitamint is, ami vegán, és ezt egyébként zuzmokból állítják elő. Szóval az első két ponton már túl vagyunk, és még mindig nem lettem meggyőzve arról, hogy ez mennyire egészségtelen, de menjünk tovább a harmadikra. Harmadik pont. A vegán étrend nagy részt szójára támaszkodik. Szója a csodálatos bab. Minél többet eszel belőle, annál inkább összezavarodnak a hormonjaid. 10 évvel ezelőtt a vegán étrend annyit jelentett, hogy felváltva ettél zöldségeket és szójatejet, szójasajtot, szójabékönt, szójafehérjét, szójapehet, tofut és tempét. Na most, erről a szója témáról lesz egy teljesen különálló videóm, mert nagyon sok mindent lehet erről mondani. És elég érdekesnek tartom, hogy pont egy paleós oldalon hozzák fel ezeket a, hogy mondjam, kiegészítő élelmiszereket, hogy szójasajt, meg szójabékön, meg szójatej, meg stb. Meg azt, hogy azt mondják, hogy vegánként a szójára támaszkodunk, és csak azt teszünk konkrétan, mert ennyirevel lehetne azt is mondani, hogy a paleósok meg húst lesznek, és ez egy ugyanolyan sztereotíp, félrevezető hozzáállás, mint hogyha azt mondják, hogy a vegánok csak szóját esznek, szóval plusz szójasajt, szójabékön, tempe, tofu, stb., akkor például mi van a paleós totuval, ami tojásfehérjéből készült túró, mert hogy ugye a rendes tehéntejből készült túró az nem paleó, vagy mi van a növényi tejekkel, mandulatej, kesutej, stb., illetve a mandulaliszt, kesudioliszt, amit paleós sütemények készítésére használnak, mert hogy nyilván ugye ezek is ugyanolyan helyettesítő dolgok, és ez elég félrevezető szerintem, és még mindig nincs köze ahhoz, hogy egészséges-e a vegán étrend, vagy sem. A szójával kapcsolatos aggodalmak nem döntő érv a vegán étrenddel szemben, de mondom, erről lesz egy külön videóm, és amire itt még Lauren kitér ebben a cikkben, az az, hogy gyerekeknek, akik szója formulát kaptak, tehát ez a szójatápszert csecsemőkorban, azoknak megemelkedett az vér-ösztrogén szintje, és megnéztem azt a kutatást, amire hivatkozik, és ott nem az ösztrogén szint emelkedett meg, hanem a fitoösztrogén szint, ami megint teljesen más, és nem találtam olyan
kutatást vagy tudományos alapokat, hogy a gyerekekre, tehát csecsemőkre nézve a szója alapú tápszer fogyasztása veszélyes lenne, de ennek annyira nem is néztem utána egyébként a gyerekeknek a táplálkozásáról, ami mondjuk nem is értem, hogy jött ide, mert hogy ez most arról szól, hogy ő miért nem lesz vegán, tehát egy felnőtt ember, nem pedig a gyerekek. De mindegy, ennek majd még akkor fogok jobban beleásni magam, hogyha majd megcsinálom azt a szójáról szóló videómat is. Meg mondjuk arról se esett szó, hogy a csecsemőnek a legjobb táplálék az anyatej, és nyilván tehát nem összehasonlítható az anyatej egy szójaformulával, vagy egy tehéntejből készült formulával, mert hogy erről is azért szerintem lehetne vitatkozni, hogy akkor most a tehéntejes a jobb, vagy a szója a jobb. Szóval a szója után menjünk tovább a negyedik pontra. Negyedik pont, a vegán étrend nem tartalmaz K2 vitamint. A K2 vitamin az, ami a kálciumot a csontokba irányítja. Ehetünk annyi kálciumot, amennyi belénk fér, és mégsem fogja erősíteni csontjainkat, csak K2 vitamin jelenlétében. Ez az egyik oka, amiért a kálciumpótlás megnöveli a plakkok kialakulásának rizikóját, mert a szervezet nem tudja a kálciumot csontépítésre használni, így az artériákban tárolja. A növények nem tartalmaznak K2 vitamint, az egyetlen kivétel ez alól a nattó, ami egy nyúlós, ragacsos, fermentált szójababból készült étel, amivel az a probléma, hogy az emberek és az állatok nagy része számára gusztustalan és ehetetlen. A K-vitaminból szintén kétféle formában található, az egyik a K1, a másik pedig a K2. A K1 vitamin az növényekben található, például tehát az ilyen zöldleveles zöldségekben, például a brokkoliban, a spenótban, a fodroskál, a kálkáposzta, ezekben található nagyobb mennyiségben. A K2 vitamin pedig, ahogy azt a cikk is írta, állati eredetű élelmiszerekben fordul elő, plusz a nattóban, amiről nem tudok nyilatkozni, hogy mennyire gusztustalan vagy nem, mert még soha életemben nem ettem. És azt elfelejtette megemlíteni, hogy a K2 megtalálható, tehát a baktériumok is termelik, és ez megtalálhatóak, ezek a baktériumok az emésztő rendszerünkben, ahonnan szintén fel is tudnak szívódni. Tehát, hogyha nem viszünk be K2-t nattó formájában vegánként, mert ugye nyilván az állati eredetű dolgok kiesnek, de hogyha nattót sem eszünk vegánként, akkor a szervezetünkben lévő baktériumok elő tudják ezt állítani, és hogyha csak nem vagyunk egy nagyon erős antibiotikum kórán, akkor minden további nélkül lesz, fel tud szívódni. Tudományos cikkek szerint mindkettő, tehát a K1 és a K2 bevitele is elégséges beviteli forrásnak bizonyul. Ugye itt írja a cikk, hogy a kálcium pótlás növeli a plakkok kialakulásának rizikóját, mert a szervezet nem tudja a kálciumot csontépítésre használni, így azt az artériákban tárolja, ebből kialakul egy ilyen plakk, és az eltömíti az artériát, és ez szívérendszeri betegségeket okozhat. Ugye ahhoz, hogy a kálcium beépüljön a csontokba, nem csak a K-vitamin fontos, hanem a D-vitamin is, meg még sok más egyéb hormon is. Egy 2014-es kutatás szerint erre nincs megfelelő evidencia, hogy ez így lenne, akkor is, hogyha D-vitaminnal visszük be a kálciumot, vagy anélkül, nem bizonyítja azt, hogy ez szerepet játszik a szívérrendszeri betegségek plakkok kialakulásában. Ez az egyik, a másik meg, hogy nem minden plakk tartalmaz kálciumot. Mint az egyéb zsírban oldódó vitaminok, a K2 is zsíros forrásokban található. A természet úgy csomagolja őket, hogy a felszívódásukhoz szükséges zsír is ott legyen. A kapirgálós csirke tojásának sárgájába, a legeltetett állatok tejébe és sajtjába, a májba, a csirkébe, a marhába. Szóval megint visszatérünk ehhez a ha természetes, akkor biztos, hogy jó dologhoz, holott ez nem így van. Nyilván a K-vitamin zsírban oldódó vitamin, tehát ezekhez a zöldleveles zöldségekhez, ami a K1-nek a legjobb forrása, ajánlott olajokkal együtt fogyasztani őket, olajos magvakkal, vagy valamilyen zsiradékkal, például avokádó, és amit már azt mondtam, a K2 vitamint bélbaktériumok is termelik, és ez onnan fel tud szívódni. Ha valakinek vannak kétségei, akkor K2 táplálék kiegészítő vegán elérhető. És a másik meg, hogy szívérrendszeri betegségekről esik szó, de olyan ételeket ajánl, ami inkább növeli a szívérrendszeri megbetegedéseknek a rizikóját, például az ilyen zsíros húsok, amiket ajánlott, ugye, tehát legeltetett állatok teje, sajtja, kapirgálós csirkének a tojásának a sárgája, ezek tele vannak koleszterinnel, telített zsírokkal, és sokkal jobban emelik a szívérrendszeri megbetegedéseknek a kockázatát, mint ahogy az a bennük lévő K2 vitamin csökkenteni. Szóval még mindig nem vagyok teljesen meggyőzve arról, hogy egészségtelen lenne a vegán étrend, ez alapján a cikk alapján, de menjünk tovább az ötödik és a mai egyben utolsó pontra is. Ötödik. Az etikus mindenevés támogatja a bolygó egészségét. Mi az az etikus mindenevés? Na, hát ez egy jó kérdés, mert hogy ilyenről még nem hallottam.
Én úgy határozom meg, hogy kis helyi háztáji gazdaságokban fenntarthatóan nevelt állatok választása. Ez egy kis tervezéssel és gondos válogatással relatíve pénztárca barát tud lenni. Szerintem az embereknek kevesebb húst kéne enniük, de sokkal jobb minőségben, ami megnövelni a legeltetett állatok iránti keresletet. Az ökoszisztémánk a ragadozók és zsákmányállatok összabályozó egyensúlyára támaszkodik. Ez a rendszer mindaddig jól működött, amíg el nem kezdtünk olyan embertelen gazdálkodási módszereket alkalmazni, amelyek az állatok, az emberek és a bolygó egészségét is veszélyeztetik. Tehát, hogy ennek a pontnak mi köze van ahhoz, hogy a vegán étrend egészségese vagy sem, azt ismét nem tudom, mert hogy szerintem nem igazán sok. A másik meg, hogy az etikussághoz se nagy köze van, nem tért ki rá a cikk, hogy most ezeknek a jól tartott, legeltetett állatoknak arra gondol, hogy megeszi a tejét vagy a tojását, vagy meg is öli az állatot a húsáért. Én úgy gondolom, hogy az utóbbira is gondol. Nyilván elvenni a tejet vagy a tojás sem etikus, de megölni meg semmiképpen nem etikus, szóval én ezt nem is értem attól, mert hogy az állatnak jó élete volt, és jó körülmények között élt, meg kint legelt, meg futkorászott, attól még minket ez nem jogosít fel arra, hogy megöljük és elvegyük az életét, főleg akkor nem, hogyha vannak más forrásaink is, amin keresztül ugyanúgy be tudunk vinni mindent, és ugyanúgy egészségesenek tudunk maradni, tehát ez az etikus mindenevés, ez nem gondolnám, hogy van ilyen, mert teljesen mindegy, hogy annak az állatnak milyen élete volt előtte, nyilván jobb az, hogyha jobb élete volt előtte, de a végén így is, úgy is meg fogjuk ölni, tehát ez minden csak nem etikus. Aztán itt megint bejön a képbe ez a hagyományokhoz ragaszkodás, meg természettel való egyesülés. Attól, mert az őseink ezt csinálták, az nem jelenti azt, hogy ez etikus, volt rabszolgaság is, az se etikus, mégis annó annak tartották, úgyhogy ezt szerintem nem lehet így összemosni ezt a kettőt. Cikk további része pedig a környezetvédelemmel kapcsolatos dolgok. Ehhez annyit tudnék hozzáfűzni, hogy nézzétek meg a Cowspiracy című filmet, link lent. És az a film részleteiben tárgyalja a környezetvédelem és állattenyésztésnek a kapcsolatát. És az igaz, hogy vannak olyan növények, amiknek nagy mondjuk a vízigénye, vagy nem annyira környezetbarát, de az semmiképpen nem igaz, amit állít a cikk, hogy a gabonák és a hüvelyesek vagy szójának a termesztése rosszabb lenne, mint az állattenyésztés, mert azzal, hogyha megeszünk egy állatot, akkor azzal az állattal együtt megesszük azt is, amit az állat addig élete során végig evett, és ez legtöbbször nagyüzemi körülmények között szója és gabona, tehát így plusz az az extra rész is ott van, amit simán kihagyhatnánk akkor, hogyha csak a növényeket ennénk. És itt nyilván legeltetett állatokról beszél, meg háztáji, meg ilyen dolgokról, de hogy ez szerintem azért belátható, hogy a mai világunkban nem fenntartható mindenki számára, hogy ezt csinálja, mert hát így is kezdődött az egész tulajdonképpen, és utána nőtte ki magát egy hatalmas nagy üzletté ez az egész dolog. Tehát most az, hogy itt mindenki a kapirgálós csirkének a tojását tegye, meg a legeltetett tehénnek a tejét igye, meg olyan állatokat tegyen csak, meg olyan állatok húsát, ez az egész világra nézve úgy gondolnám, hogy ez nem annyira fenntartható dolog, és nem is kell, hogy az legyen, mivel növényekből mindent be tudunk vinni, amire szükségünk van, és amit nem, például B12, arra pedig ott a táplálék kiegészítő. Szó esik még itt az üvegházhatású gázokról is, erről annyit, hogy az a nagyipari állattenyésztés 18%-ban felelős az üvegházhatású gázok kibocsátásáért, ami 5%-kal több, mint az összes közlekedési jármű a világon együttvéve. Valamint hihetetlen mennyiségű vizet használ fel, a föld édesvízkészletének 1/3-át erre fordítjuk, és a teljes vízfelhasználásunk 55%-át teszi ki ez, a háztartásokban pedig csak 5% a teljes édesvíz felhasználása. Szóval aki környezetvédő, vagy érdekelt ebben a témában, mindenképpen nézze meg ezt a filmet, a Cowspiracy-t, ott lényegében ki van erre minden, tehát mi? Szóval ott minden ebbe a filmben benne van, és érdemes, hogyha valaki környezetvédőnek gondolja magát, vagy környezetbarátnak, akkor érdemes elgondolkodnia azon, hogy az állati eredetű élelmiszerek fogyasztását feladja. És még szerintem az embereknek kevesebb húst kéne enniük, na ebben eddig egyetértünk, de sokkal jobb minőségben, ami megnövelni a legeltetett állatok iránti keresletet. Attól, mert jobb minőségű annak az állatnak a húsa, mert legeltetett szarvasmarha, nem pedig nagyüzemben tartott szarvasmarha, attól még az csak az embernek jó, aki azt megeszi, mert nyilván jobb minőségű a hús, de az az állatnak ugyanúgy nem jó, hogyha elvágják a torkát, és ugyanúgy nem etikus ez az egész, tehát nem, ennek semmi köze az etikussághoz, és ennek a pontnak sincs köze, ahhoz, hogy a vegán étrend egészséges-e vagy nem.
Tehát, ennyi lett volna a mai videó. A holnapi videóban, mármint nagy eséllyel holnap fogom feltölteni a maradék 5 indokot, amit ír Laurán erről az egészről. Egyébként, csak hogy ízelítőt adjak, a következő 6. pont az igazi ételek többet érnek, mint az álételek, a vegán étrend nem válasz az autoimmun betegségekre, 8. ahhoz, hogy élj életet kell elmenned, ez valószínű a kedvenc pontom, tehát így, ez így, jó, mindegy, menjünk tovább. 9. pont, a vegán étrendből hiányzik a B12 vitamin és a vas. 10. pont, az állati zsírokban egyedül álló tápanyagok vannak. Úgyhogy ezt majd holnap fogom kielemezni. Ha bármi hozzáfűzni valótok van, vagy észrevételetek, vagy esetleg, hogy rosszul mondtam valamit, vagy bármi van, azt írjátok meg a kommentekbe, érdekel. Szóval, igen, ennyi lett volna mára. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és a további videóig is boldogság növényi alapokon. Sziasztok!